Biztonság hete, szeptember 23-a és 28-a között budapesti és vidéki helyszíneken. Gödri Rotary Klub tagja vagyok, Pölczon Ákos. Én vagyok a felelős ezért a baleseti szimulációért, amit az elmúlt fél órában láthattunk. Az a hivatása ennek az előadásnak, hogy minél több középiskolás korú gyereket meg tudjunk szólítani. Maga a baleseti szimuláció egy halálos baleset, egy halálos kimenetülő balesetet jelenít meg színpadi körülmények között. A gyerekeknek a szívéhez szeretnénk szólni, és a szívükön keresztül eljutatni azt az üzenetet, hogy soha ne üljenek autóba, ittasan vagy bódult állapotba, ne vezessenek járművet, ne is üljenek ilyen autóba. Nagyon komoly következményei lehetnek egy ilyen felelőtlen döntésnek. Azt szeretnénk, hogyha ezt a középiskolás diákok megegyeznék és elkerülnék ezt a helyzetet, életre szóló következményei vannak ennek a döntésnek. A baleseti szimulációt több Rotary klub előadja ezen a héten az országban. Szegedi klub 20 éve csinálja ezt a programot, és mi tőlük tanultuk. Idén Vácon a harmadik alkalommal rendezzük meg, és most már közel 1000 gyerekhez tudtuk eljuttatni ezt az üzenetet. Szeretnénk, hogyha ezt hosszú távon, hosszú éveken keresztül megismételhetnénk, és egy egész generációnak el tudnánk juttatni azt az üzenetet, hogy alkoholos és bódult állapotba ne üljön autóba, ne vezessen járművet. Biztonság hete, szeptember 23-a és 28-a között. Várunk benneteket!